Brocasters! Én szerencsés vagyok, mert én jól érzem magam a vakvarjúban. De azt is el kell mondanom, hogy tulajdonosként nem arra kell törekedni, hogy te jól érezd magad az üzletedbe, hanem a te vendégeid jól érezzék magukat az üzletbe. A mai világban teljesen egyértelmű, hogy főleg a iparban sztorikra van szükség. Élet storikra. Tehát, hogy ma ezekre kíváncsiak. Ugye itt vagyunk, egy podcastben is embereket hallgatunk. Tehát nem előadást tartunk, hanem hanem példákat próbálunk mutatni, életszerű példákat. Nem kell mindig a tökéletesre vágyni, és egyébként lehet, hogy amit a kollégám csinál, és úgy érzem, hogy nem tökéletes, az ezerszer jobb, mint amit én csinálnék meg, amire azt mondanám, hogy tökéletes. És a gyereknek, hogy átadjuk, azt ugyanígy kell megtennünk. Tehát, hogy egy végtelen bizalommal. Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók, itt az új adás. És itt ül velem szemben egy nagyon elegánsan öltözött vendég, mégpedig ő Semsei Rudolf, a most már 11 étteremből álló étterem család ügyvezetője, és közülük is talán a vakvarjú a legismertebb, amiről már ti is hallhattatok, lehet, hogy már ebédeltetek, vagy vacsoráztatok itt, és ezen kívül ő az alapítója, az évente most már több mint 800 rendezvény kéteringjét ellátó Budapest Party Service Kft-nek is. A pandémia előtt egy közel 430 fős csapattal közel 6 milliárd forintnyi éves forgalmat realizáltak. Mindezek mellett ő egyébként éttermi mester, a Magyar Vendéglátóipartestület alelnöke, a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Gasztronómiai Tagozatának vezetője, és amire a legbüszkébb, elmondása szerint, az a Szent Gellért-Ovoda Fentartó Egyesületének elnöki címe. És hogyha ez nem lett volna még elég, fontos elmondani Rudiról, hogy ő egyébként boldog férj és négy gyermek szerető édesapja. Rudi, nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszöntelek én is, meg persze a hallgatókat is. Az adás előtt beszélgettünk arról, hogy mi lehetne nálad egy fókusz téma, és egy nagyon színes egyéniség vagy, már csak az öltözékedet tekintve is, és abban állapodtunk meg, hogy azt tűzzük ki a mai adásunk zászlajára, hogy cégbirodalom építés a semmiből. Mert bizony, ha valakire igaz ez a rövid kis motto, akkor rád abszolút igaz, és ezt ki fogjuk majd fejteni az adás során. És kedves hallgatók, hogyha először hallgatjátok a Karizma Podcast-et, és még nem iratkoztatok föl, akkor fontos, hogy ezt tegyétek meg Spotify-on, Apple Podcasten, YouTube-on, és minden egyéb platformon is. A Karizma Podcastnek van egyfajta mottoja, mégpedig három kult szó, amit kitaláltam annó. Ezek úgy hangzanak, hogy magabiztosság, tudatosság és fejlődés. Ebből a három szóból melyik az, amelyeknél leginkább csillog a szemed, amivel leginkább tudsz azonosulni? Talán a fejlődés, aztán hogy miből indul az ember fejlődése, az egy izgalmas dolog. Én nem vagyok tudatosan fejlődő és a feleségem is ezen mosolyogni szokott, hogy szerintem van egy ilyen kisebbségi komplexusom, amit így hordoztam magammal, és egyszerűen folyamatosan van egy ilyen állandó megfelelési kényszerem, és talán ennek köszönhetően próbálok mindig eredményeket felmutatni, vagy lehet, hogy pont az öltözékemben valahogy kitűnni. Mi nem is jártunk két terembe, tehát én arra emlékszem, hogy a családommal ez egyáltalán nem volt általános, nem voltunk túl gazdagok, nem éltünk rosszul, meg tényleg szerető családban nevelkedtem, de az egész vendéglátáshoz nem úgy kerültem, vagy nem úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy éttermi élményeim lettek volna, vagy a szüleim szállodába vittek volna bennünket. És akkor mégis honnan jött a vendéglátás? Arra emlékszem, hogy a Gellért szálloda közelébe éltünk, és ahogy mindig elsétáltunk, hogy mentünk a Csúzda láttuk, hogy milyen izgalmas ez az egész szállodai élet, és általános iskolában az orosz órák, amikor megkérdezték, hogy mi akarok lenni, hogyha nagy leszek, akkor szálladéigazgató szerettem volna lenni, és akkor így kerültem a szakközépiskolába, aztán később a főiskolára, és a főiskolán elkezdtem rendezvényekre járni, pincérkedni. Jó kiegészítő pénz volt, aztán persze egyre komolyabban is vettem, úgyhogy több helyen is voltam később banketfőnök, és a főiskolám a 90-es években akkor mindenki rendezvényeket szeretett volna tartani, ugye, akkor voltak ezek a bordó, zakós fülbevalós, diplomatatáskás emberek, makkos cipővel és fehér zoknival, és ugye a vállalkozói világnak ez egy fontos része volt, hogy mutassuk meg, hogy mennyire csillog-villog a kis birodalmunk, úgyhogy állandóan mindenki rendezvényekre hívta a másikat, és akkor a főiskolán volt egy kezdő cég, Gála Parti Szerviznek hívták, ott voltam először, főiskolai gyakornok, és később ott lettem banketigazgató helyettes, és nekem ez volt egy, egy jó deszka ahhoz, hogy később egy drinkbárokkal foglalkozó cégnek lettem az ügyvezetője, aminek szintén egyik tulajdonosa volt a Gála Party Service, és 1998-ban megalapíthattam a Bonus Party Service-t, ahol nekem csak kis részem volt, de egy lakásra indítottuk az egész céget. Öt évig csináltam ezt a céget, és utána pedig 2003-ban végre a saját cégemet tudtam megalapítani. És az már a vakvarjó étterem volt, vagy még nem? mert én hozzád abszolút a vakvarjút kötöm nagyon erősen. Igen, és mindenki azt gondolja, hogy a vakvarjú étterem már 20 éve van. A cégünk az 20 éves, tehát 2003-ban alapítottam ezt a céget egy nagyon kedves kollégámmal, akinek van egy kisebbségi része is a cégben, és tényleg azt kell mondanom, hogy nem csak kollega, hanem hanem barát, vagy inkább azt mondom, hogy családtag. Tehát, hogy ő az, aki mondjuk mindenről tud, mindent megbeszélünk, de mégsem barát. Tehát az sokkal többet jelent nekem. És 2003-ban azt tudtam, hogy nem akarok rendezvényekkel foglalkozni, elkezdtünk keresni üzlethelyiségeket kettem éttermeket, illetve nem csak éttermeket, hanem akkor még a cukrászdákban is gondolkoztunk, amit nem 2003-ban, 2022-ben valósítottuk meg először, és a Pauléde utcában tudtuk, hogy van egy Vista Café néven üzemelő egység, és oda bekopogtunk, hogy hallottuk, hogy nem megy túl jól, és esetleg átvennénk és a Vista akkor az utazási irodák közül a leges legnagyobb volt, tehát hogy elképesztő volt, és hihetetlen volt, hogy egy költségített, hogy találkozzak a tulajdonosnak a feleségével, aki egyébként ennek a bérleménynek a, az egyik birtokosa volt, és másfél óra beszélgetés után már konkrétan arról beszéltük, hogy hogy fogjuk átvenni majd szeptember elsével. De hát mondom, kedves Krisztina, bocsásom, mert beszéltünk a bérleti díjról. De mondta, hogy Higgyek el, hogy meg fogunk egyezni. És ugye ez nagyon izgalmas volt, hogy akkor hazamentünk, Robival leültünk, és Roberta kívül ezt a kollégámat, elkezdtünk számolni. És ugye máig bennem van az, hogy amikor alkudni akarsz, akkor maradj csendben. Tehát enged, hogy a másik legyen az, ahol zakatol az agyában az egész, és egyébként ő fogja felsrofolni majd az árat. Na ugye ez történt velünk, hogy elmentünk, beleszerettünk, és egy érzelmi kötődésnek köszönhetően elkezdtünk magasabb életi diákat ajánlani és akkor végül Kuruc Jánoshoz, a tulajdonoshoz bementünk, és hát letettük az ajánlatunkat, és mondja János, hogy nagyon szépen köszöni az ajánlatot, de ez, ez nem jó, ez a bérleti díj. Hát így ülünk, hát ennél többet nem tudok adni. Nem, nem, nem félreértetted, ez túl sok. Hoppe. És ezt nem hittem el, úgyhogy kérdeztem, hogy akkor mire gondoltam, mondta, hogy 20%-kal legyen kevesebb, és ugye az a hihetetlen, hogy akkor kérdeztem, hogy akkor mi ezt feketén adjam oda, vagy mire gondoltál. Nem, 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 nem. De majd túl sok. Úgyhogy megállapodtunk 20%-kal a kedvező bérleti díja, és a leghihetetlenebb az volt, hogy én akkor még kezdő éttermes voltam, és nem tudtam, hogy nem véletlen, hogy öt étteremből három bezár két éven belül, és ugye mindig szoktam mondani, hogy itt hogy lehetsz milliómos éttermesként, hogyha előtte milliárdos vagy, és én nem voltam milliárdos, Úgyhogy már mindenünk jelzálog volt, újra elkezdtem rendezvényekkel foglalkozni, és fél éve később leültem, hogy a kedvezményes bérleti díjból adjanak még további kedvezményt, és végül áprilisban további kétharmadra lement a bérleti díj, és 2015-ig, amíg meg nem vásároltam az üzletet, egy fillért nem emeltek bérleti díjban. És ez Visztakafé néven ment, de az első vakvarű étterem az egyébként nem ott lett, hanem Budán. A 11. kerületben. Az Érem utcában, mert akkor mi bent a belvárosba gondolkoztunk, hogy volt egy kis pékség, és aztán azt bezártuk, és mit csináljunk vele, és ugye minden éttermes, amikor nincsen semmi ötlete, hogy igazán mit tudna csinálni, ugye még ez a 2000-es évek elején közepén beszélünk, akkor pizzériát akar nyitni. Ugye, mert pizza az, amit mindig esznek. Könnyű elkészíteni. Ugye, könnyű elkészíteni, ez ár, és hát az mindenki meggazdagszik a pizzériából. De hát mi ugye szitja magyarok vagyunk, tehát akkor legyen ez kenyérlángosozó, és hát a kenyér lángos egyik népi elnevezőse a töki pompos meg a langoló mellett az a vakvarjú. Na ezt nem tudtam, a töki hallottam, el, de a... erről nem hallottam. Igen, én se tudtam, egyszer interneten olvastam, és akkor hát felhívtam a grafikus barátomat, hogy nem csinálj egy olyan vakvarjút, ami nagyon vak. Tehát százas szögek lógjanak ki a szeméből, legyen véres, ugye ez nagyon fontos, hogy kiemelkedjen valahogy a logó, és hogy mindenki emlékezzel rá. Hát az első vakvarjú az nem lett elég vad, úgyhogy ez inkább ilyen vaktyúk lett, és végül is nem is a belvárosban nyitottuk meg, hanem 2008-ban Budán. Most már 15 éve, egy kis bájos kis helyen, a panelházaknak a tövében, de hogy senki nem gondolta, hogy ott ennyire be tud indulni, és annyira beindult, hogy végül a Vista café ami azért, hogy ketyegett, de nem volt egy kimagaslóan jól menő üzlet. Inkább nekünk egy jó referenciahely volt a rendezvényekhez kapcsolódó, hogy látják a partnerek, hogy ez egy erős cég, hát azért végül is 700 négyzetméteres üzletről beszélünk, és egy ilyet fenntartanak. És megcsináltuk 2009-ben végül a belvárosi vakvarút, és akkor már megpályáztattuk a logót, 32 pályamunka érkezett, boldogak voltunk, hogy mennyien lerajzolták az igazi vakvarjút, ami most már nem egy bájos kis vaktyúk, hanem igazán vakvarjú. Megtalálkoztunk a vakpintja, vakgalamba, a de egy rohadt vakvarjúval, nem? Viszont az egyik pályamunka az egy ilyen lábnyomok voltak, madár lábnyomok, egy kávés és a lábnyomok között volt egy pont, egy-egy pont. A botja. A botja, ugye? A de ezt jellemző egyébként, mikor ilyen motivációs beszélgetéseket vagy előadásokat szoktam tartani, a fiatalok tudják az idősebbek, nem. A idősebbek mindig a csörre gondolnak, vagy a még abszurdabb emberek arra, hogy valamit elpottyant az a varjú, de nem, az a botja, mert ez a varjú vak. És akkor végül is ez a művész volt az, aki nekünk megfestette a vakvarjut, ami most már pólókom vannak, bögrén, ugye a legónk is van most megjelent már a blind crow ginünk, úgyhogy wow. egy csomó féleképpen izgulhatunk így a vakvarjúért. Most, amikor felveszünk ezt a beszélgetést, hat étterem Igen. családból el már a vakvarjú brand, tehát hat vakvarjú éttermetek van, igen, az nagyon fontos, hogy amit mondta hogy család. Igen, ezt az enyém, külön kihangsúlyozta, ezt elmondod, hogy, hogy miért nem étterem láncod van, és miért étterem családod? Mert én azt gondolom, hogy az éttermi szolgáltatásra különösen fontos, a személyesség. Tehát nem egy street food, nem egy fast food jellegű éttermet akarunk csinálni, hanem egy olyan varjút, egy olyan vakvarjút, egy olyan éttermet, hogy a törzs vendégek szívesen járjanak a saját vakvarjú éttermükbe. Tehát minden egyes vendégünknek legyen egy, egy kedves helye, és ne egy lánchoz ragaszkodjanak, ne egy személytelen lánchoz. Tehát mi nem akarunk építeni franchise üzleteket, nem is így lett kitalálva a vakvarjú, picit mindenhol különbözik az étlap is, tehát hogy beszélgettünk a célcsoportról, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nekünk a célcsoport az maga a törzsvendég. Tehát a szolgáltató cégeknek szerintem nagyon fontos, hogy megtalálják azt a közönséget, akiket ki akarnak szolgálni. Én szerencsés vagyok, mert én jól érzem magam a vakvarjúban. De azt is el kell mondanom, hogy tulajdonosként nem arra kell törekedni, hogy te jól érezd magad az üzletedbe, hanem a te vendégeid jól érezzék magukat az üzletbe. És szerintem itt rontják el hogy a maszlói piramisnak egy fontos része, hogy amikor már tényleg már mindent megvalósították, akkor, akkor, legyen egy saját étterme. Ugye? Tehát, hogy ez, ez akinek nincs étterme, vagy borászata, az, az vagy kávézója, kávé, ugye, hát az, az, egy senki. Tehát, hogy ezt így érzik így a, a leggazdagabb emberek, pedig mindig sokkal olcsóbb a szomszéd éttermébe járni. Tehát azért ez egy drága hobbi. És itt mindig ugye mi történik, kinek akarnak éttermet csinálni ezek a pénzes emberek? Maguknak. Maguknak, vagy a barátjaiknak. Így van. Ugye? Tehát, hogy őket akarják, csak ők a saját baráti körük felejtik, hogy hát egy teljesen más anyagi háttérre rendelkeznek, a legdrágább séfeket viszik oda, és akkor nem mérik fel, hogy egyébként az a célcsoport, akit az elég erőse ahhoz, hogy fenntartsa hosszú távon az éttermét. És mi így a vakvarú eltaláltuk szerintünk ezt a középosztályt, aki törzsvendég. És mindig a kollégáknak szoktam mondani, hogy nekünk nem vendégeink vannak, hanem törzsvendégek. És a törzsvendég az egy különálló kis. Hát számomra egy, 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 nekem a szívem közepe ő. Tehát, hogy ő róluk kell, hogy szóljon mindig az étterem, mert a törzsvendég az visszatér, a törzsvendég az megbocsát, és a leges, leges, legerősebb piárosunk. Tehát költhetünk bármennyi pénzt a törzsvendégre, az mindig megsokszorozódva fog visszajönni. Akinek kávézója ételme, vagy bármilyen vendéglátó helye van, remélem nagyon figyelt most a rudi szavaira. A törzsvendég, hogy mennyire értékes, és hogy kikből lehet törzsvendég. Tehát az, ma azért étterembe járni, azért még a szép kártyák ellenére, és azért az egy, az egy luxus. Tehát bárki Igen. bármit mond, egy luxus. És pont ugye mi történik, hogy hiába élnek viszonylag jól az emberek, itt étteremben már csak abból a kis gebből tudok járni, ami a napi költségeim elköltése után megmarad. Kicsit több marad, hogyha nem dohányzik az ember, de hogy azért azért ez így, így megmarad. És ezt tudomásul kell venni a kollégáinknak is, hogy mivel luxus az étterembe jár, és ezért kell, hogy megadjuk az alkalmi jellegét ennek, kell, hogy ünnepélyes legyen. Tehát ezért figyelünk arra, hogy például az ongora játék legyen az éttermeinkben. Ezért fontos, hogy az ételekben mindig legyen valami kicsi csavar, amitől úgy jobban érzik magukat. És ez a törzs vendég, hogyha bejön hozzánk, Nekem teljesen mindegy, hogy hetente egyszer jön be a gyerekekkel, vagy pedig évente egyszer engedheti meg magának. De pont mindig ugyanazt kell éreznie, hogy ilyen tökéletes élményszerű volt, és hogy mennyire bárkiből lehet törzsvendég, én azt gondolom, hogy egy külföldiből is lehet törzsvendég. Hát amikor kedden bejön hozzánk ez a törzsvendég, vagy ez a külföldi, aki még nem tudja, hogy törzsvendég lesz, de mi már reméljük, Szerdán kipróbál egy másik éttermet, sütörtökön az utolsó estét hol töltse Visszajön. Visszajön, pontosan. De nem akárhogy jön vissza, visszajön, tökéletesen jól érzi magát, elvisz egy kis vakvarjú bögrét, és amikor hazamegy és elmondja, hogy szenzációs Budapest, gyönyörű, hogy a Duna a ketté vágja, és hát az egész tényleg sziporka, és nagyon jól éreztük magunkat itt három nap, de menjetek el mindenképpen a vakvari vétterembe. És a leges, legerősebb piárosom lesz ez a kis törzs vendég, aki 20 év múlva, amikor visszajön, mindenképpen meg akarja nézni, hogy itt van-e még ez az étterem. Mi 2016-ban találkoztunk először, még pedig a Mastermind csapatunknak a vendége voltál, és már ott nagyon nagy hatással voltál rám is, meg a, a többiekre is. És ott megosztottam veled egy ilyen gyerekkori álmomat, hogy egy jelenleg Hollandiában élő barátommal, mi majd éttermet tervezünk nyitni, és mit tanácsolsz. És emlékszem azt mondtad, hogy üljünk le egyszer nagyon szívesen, és egy mindenképp egy Excel táblával. Mm -hmm. Nagyon hiszek benne. Hogyha most 2023-ban valaki éttermet szeretne nyitni, akkor neki mit tanácsolnál? Én az Excelben nagyon hiszek, tehát hogy szerintem egy parádés program a világ egyik megváltó programja, de azért azt is el kell mondanom, hogy ha visszanézek az életemhez, és a fiam oda jönne ugyanazokkal a nagyra vágyó tervekkel, akkor biztos, hogy mindig óvatosságra inteném. Viszont ha óvatosságra inteném, nem lenne most itt, mint ahogy én. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a határmestét, hogy mindig biztonságra törekszem, vagy pedig tudok-e kockázatot vállalni. Én nagyon sokszor vállaltam kockázatot, amit ma már lehet, hogy nem vállalnék el. De ha akkor nem vállalom el, akkor nem tartanék ma itt. Úgyhogy engem a jó Isten azért tenyerén hordozott, és ezért nagyon hálásnak kell lennem de azt gondolom, hogy racionális jó gondolkodásra szükség van, és én mindig tudom, hogy kik azok az emberek, akiket felhívok, és tudok velük beszélgetni, tanácsot kérni, és nem mindig ugyanazokat. Tehát mindig meg kell nézni, hogy milyen területen akarok elindulni, és, és, akkor át kell beszélni vele a dolgokat. Tehát, hogy most ugye ezt a cukrászdát elindítottuk, és előtte is egy csomó emberrel le tudtam ülni, és át tudtam beszélni. De hát ma már itt vannak a céginfók, fel tudunk menni, meg tudjuk nézni a forgalmakat, tehát hogy csomó mindent végig kell gondolni, végig kell játszani ahhoz, hogy egy ilyen beruházásba beleálljunk. Tehát azért ma már egy éttermet megnyitni több millió forint. Tehát például nekünk a csónakház, amit 2018-ban nyitottunk, az fél milliárd forint volt, mire megépítettük. Ez a meg a Kopaszigáton. Ez állható. nem a Kopaszigáton, ez Pesterzsébet. Ja, Közvetlen a Duna mellett, hát ez egy szerdoboz, tehát nagyon-nagyon szeretjük. Nem is ismerik a budapestiek, hogy ott a déli részen milyen hangulat. Én nagyon meg fogom majd nézni. Elképesztő, elképesztő Jó. és tényleg gyönyörű, és a csepeli oldal, és tehát nem csak a mi oldalunk, uh -huh. meg az, hogy az emberek ott csónakba tudnak szállni, egy kicsit le tudnak ott evezni oda-vissza. Tehát, hogy egy tényleg egy, egy különleges helyszín, és mindenkinek bátra javaslom, és itt van a belvárastól 10 percre autóval. De, hogy egy ilyen brutális beruházásról beszélünk, szóval, hogy ezzel, ezzel már az ember nem játszik, és nem csak az a fő probléma, hogy beruházunk, hanem az, hogy kell egy időszak, amíg az átbillen pozitívba. Tehát még ezt szokták elfelejteni, hogy szuper, megépítettük az éttermet, de ez még kevés, ezt meg kell töltenünk vendégekkel. És ez nem úgy van, hogy kinyitom az ajtót, és hirtelen, mint a, nem tudom, valamik műszaki áruház akciójánál, hogy sorbálnak a vendégek. Mert, nem. Mert hülye nem vagyok. Igen, 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 Szóval, hogy, hogy nem, és adhatok ingyen töltséres vagy itt, akkor sem. Szóval, hogy ezt jól fel kell építeni, és ez komoly szakembergárda kell, akik ebbe tudnak segíteni. Mik azok a készségek, amiket leginkább fejlesztettél az utóbbi évtizedekben, annak érdekében, hogy ott tarthass ma, ahol tartasz? Egyetemen előadásokat tartok, óraadóként, és ott egyébként mindig én a Gary chapman szoktam előhozni, sokan ismerik, és én tényleg nagyon-nagyon szeretem. Én nekem nagyon tetszik az a gondolkodásmód, amit ő ugye mond a párkapcsolatban. Itt nem a szeretett nyelveket szeretném most hangsúlyozni, hanem maga az alaptízist, hogy ugye a párunknál azt el kell fogadnunk, és meg kell tanulnunk, hogy ő más nyelvet beszél, és nekünk az a legfontosabb, hogy ismerjük meg az ő gondolatait, és próbáljunk vele azonosulni. Tehát szerintem a szolgáltató iparnak, mivel érzésekről, érzelmekről beszélünk, a leges, leges legfontosabb dolga, hogy próbáljunk a más agyával gondolkozni. De Jeff Bezos, hogy ugye leültett öt adja egy üres széket, és azt mondja, hogy ez a vásárló. És akkor a vezető értekezlete, akkor mit gondolt a vásárló? Tehát, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy fogadjuk el, hogy ami számomra természetes és jól működő, az egyáltalán nem biztos, hogy a vásárlóim számára sem. Ezeket pedig egyébként kutatni is lehet. Tehát ezt is elfelejtjük, hogy egyébként tök egyszerű jó módszerek vannak, és a mai internetvilágban meg különösen. Tehát szerintem ez az empatikus gondolkodás, ez, ez az egésznek az alfájó megállja, hogy ezt hogy tudom elkezdeni. Aztán persze a csapatépítésnek is vannak különböző dolgai, hogy tudom motiválni, ma meg különösen, tehát hogy 20 éve teljesen más volt a munkaerőhöz való hozzáállásom, kapcsolatom, mint amit ma próbálunk képviselni. Ennek a méretéből is adódóan, meg a korból adódóan is. Tehát az első ilyen nagy nehézség azért az volt, amikor ebből a kis baráti csapatból mondjuk elkezd növekedni a cég, és akkor hogy tudunk ehhez kapcsolódóan mi is változni. Vagy amikor először volt az az érzésem, hogy nem hívnak el sörözni. Tehát, hogy megtudom azt, hogy a kollégák elmennek este egy sört meginni, és nem hívnak el. Ez ilyen borzalmas csalódás. Tehát, hogy úgy érzem, hogy jó vezető vagyok, és közben nem hívnak el. Tehát, hogy ezt, ezt hogy tudod megélni? Aztán az évek alatt így rájössz, hogy, hogy hála Istennek. Tehát, hogy ez tök egészséges, hogy nem hívnak el. És ettől még lehetek jó vezető, és egyébként még lehetek egy bizalomban lévő vezető, akinek mindent támadnak, sőt, lehet, hogy sokkal többet, mint annak a kollégának, aki ott ül a sör mellett. De a fiam se hív sörözni a barátaival. És ettől azt gondolom, hogy sokkal közebb állok apaként. Tehát, hogy ezt valahogy ezt így, ezeket változtatni kell, meg azt is látni, hogy teljesen másképp kell ma motiválni az embereket, mint kellett húsz éve. Említetted a fiadat, és ugye négy gyermeked van, ki fogja átvenni ezt a hatalmas étterem birodalmat, cégbirodalmat gondolkodtál már ezen, látszik-e már az a gyerekeknél, hogy ez hogy fog alakulni? Egy nagyon nehéz kérdés, és nem csak Magyarországon, hanem Európában is ez az utódlás. Tehát, hogy teljesen más az ő motivációs mátrixuk, mint a miénk. Az nagyon szomorú pillanat volt nekem, amikor 12 éves volt a Marci, és azt mondta, hogy, hogy, ő nem szeretné átvenni a céget, mert róla senki nem fogja inni, hogy ezt csinálta. Ez egy ilyen nagyon szívendő döfött, és biztos, hogy neki különösen nehéz lesz az, hogy van egy, bocsát egy domináns apa, aki sikereket ért el, és vitte ezt az egészet, és akkor ő az árnyékomból kinő, és mindenki el fogja mondani, hogy, hogy ez így könnyű. És ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nekik nyáron dolgozniuk kell az éttermekben, tehát ezt nagyon fontosnak érzem. Nem sokat, 64 órát. Egyébként ez szívás. Tehát, hogy nyár kevés közepén ez nem olyan könnyű, emellett egyébként dolgozik, csinál mást is, de hogy az éttermekben. És mindig elmondom, hogy neked kétszer kell dolgozni, mint a többieknek. Neked mindig az lesz, hogy hát, hát könnyű, hát. ez tulajfia, a figyelmüket. Persze, persze. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontosnak érzem, és az ad valószínűleg nekik egy tartást meg rohadtul utálnak ezért, de egyébként különböző fizetést kapnak, tehát normális fizetést kapnak. De ezt 10-12 éves koruk óta tolják. Persze akkor még én adtam oda a pénzt, aztán adatták az üzletvezetők, mint hogyha ezért a saját munkájékkor kapták, de most már tényleg munkaerőként tudnak megjelenni. Tehát ez egy, ezt így jól látni. És most 5-6 évig így a Marci például, ő a második gyerekem, őt ez nem izgatta. Talán most gondolkozik rajta, hogy a közgazdasági egyetemre menjen, és akkor esetleg átvegye. Az Anna lányom ő építésznek készül, úgyhogy a BMI-re jár. A Lilla ő most nyolcadikos, ő még ezt így nem kezeli, de egyébként ő hihetetlen erős ilyen marketing szemlet, Babalás meg tíz éves, tehát ő ez még képp nem merült fel. De egyébként szerintem ezen sokat kell munkálkodni, és ez a bizalom szerintem a legfontosabb. Tehát egyébként, ha jó vezetőnek, és akkor itt kérdezted a készségek, szerintem az, az az, hogy elengedés. Tehát, hogy fogadjam el, hogy nem kell mindig a tökéletesre vágyni. És egyébként lehet, hogy amit a kollégám csinál, és úgy érzem, hogy nem tökéletes, az ezerszer jobb, mint amit én csinálnék meg, amire azt mondanám, hogy tökéletes. És a gyereknek, hogy átadjuk, azt ugyanígy kell megtennünk. Tehát, hogy egy végtelen bizalommal. Tehát, ha én átadom neki a stafétabotot egy-egy területen, akkor nem szólhatok bele. Tehát maximum főnökként szólhatok ebbe a kérdésre bele, de annak a részlegnek az ő önálló vezetője. Én azt gondolom, hogy abban vagyok erős, vagy lehet, hogy épp az, hogy a lustaságomnak köszönhető, hogy én bátran áttörem adni a, staffét, a botot, és hogy jönnek az eredmények, akkor nem tök mindegy, hogy oldja meg. Mondta a beszélgetésünk elején, ez egy nagyon magas önismeretre val, hogy Téged azért erősen hajt előre egyfajta kisebbségi komplexus és egy megfelelési kényszer. Érzékeled ezeket a gyermekeidnél is, vagy náluk milyen hajtóerőt, motivációs tényezőt tapasztalsz? Én azt érzem, hogy ők nagyon magabiztosak egy csomó területen. Egyébként pont most tegnap nekünk fontos nagyon a családi vacsora, és akkor pont tegnap ez így előjött, aztán majd a családi vacsorának a értékéről még esetleg külön szívesen beszélek. És pont tegnap ehhez kapcsolódóan beszéltünk, hogy elmeséltem nekik, hogy ez a megfelelési kényszer, hogy mennyire jön elő, a Marci pont mondta, hogy ez benne is megvan, én ezt nem látom rajta, de nagyon nehéz lehet. Szerintem jó az, hogy példát mutatunk, de másik oldalon pedig a túlerős példák meg pont az, hogy elkeseredetté teszik. Tehát az, hogy én például az Eszter, remélem ő is így érzi, jó házasság vagyunk, de mégis mindegy, én jól érzem magam. Nagyon-nagyon szerettem őt, de nem, persze, hogy nem mindegy. És szerintem példa ez nekik a párválasztásnál egyik oda egy jó példa lehet, másik oda meg egyébként sokszor ez egy, ez egy nehéz teher lehet hogy a tökéletes párt megtalálni. És én szerintem az élet más területén is ez sajnos nagyon-nagyon igaz. Egyik nap azt a szót írtam fel, hogy miben akarok engedélyeket adni magamnak, és akkor azt, írtam fel, hogy lemaradhatok. Tehát, hogy elengedni dolgokat, és vegyem tudomásul hogy semmi tragédia nincsen, hogyha valahol nem feleltem meg, lehet, hogy ezért ugyanúgy szerethetnek engem, sőt, lehet, hogy sokkal inkább jó azt látni, hogy mennyire emberi tudok lenni, és hogy magamat se kell, hogy stresszeljem. És egyébként most a kollégákkal egy héten voltunk egy ilyen vezetői kiránduláson és akkor leültünk, nem szoktam a számítógépes játékokat játszani egyáltalán, mert hogy szerintem az, rabjává válhatok, és ezért ezeket dobálom ki, tehát nem nézek sorozatot, a számítógépes játékokat, mert egyszer ott vagyok, és akkor egyszer beszippant, de annyi időmet elveszi, hát ugye? De ezek jó dolgok. De hogy leültem, és akkor elkezdtem a autózni, és rájöttem az ötödik percben, hogy ez nem az én világom és tök jól éreztem magam, hogy mellettem mindenki tök ügyes volt, és annyira örömmel néztem, hogy mennyire, mennyire szépen játszanak. De hogy ez a lemaradhatok, ez, ez szerintem ez egy ilyen jó dolog lesz, hogyha most kísírom magamnak az irodába. Csak mellette a kollégáknak mondhatom, hogy lemaradhatnak. De nem, ők nem maradhattak le, hanem inkább én maradok le, és ők menjenek előre. Említetted, hogy a gyermekeidnek dolgozni kell nyaranta az étteremben. És az merült feltét bennem, hogy ugye az a fókuszunk, ahogy Zola edesején mondtam, hogy a semmiből cégbirodalom építése, gyakorlatilag te mondjuk itt egy milliárdos vagy. Igen, nem, nem élünk rosszul. És hogyan tudod elérni, mit teszel még azért, hogy, hogy a gyermekeidben is legyen egy, egy életre valóság, egy belső erős hajtóerő, és ne úgymond aranykanállal a szájukban nőjenek fel, és minden természetesnek vegyenek. Tehát ne, ne legyenek úgymond elkényeztetve. Neked ez szempont, és ha igen, akkor, akkor miket teszel ezért? igazából azt látom, hogy nem annyira számít nekik, hogy milyen ruhát viselnek. Ha végig is akarnak egy drágább cipőt, vagy valamit, akkor én elmondom, hogy neki vezetem a középkategóriát, az a fölött részt meg ők tegyék hozzá. Tehát, hogy szerintem a pénznek az értékét tanulják meg, és azt szerintem azt is jó látnom, hogy egyébként kömben el vannak ilyen névtelen ruhákkal is például. Vagy most az Anna el akart menni, elutazik valahova, és akkor kérdezi, mennyivel járunk hozzá, és mondtam, hogy semmivel. Tehát, hogy szerintem most az egyetemi szorgalmi időszak tehát, hogy semmivel, tehát old meg, de egyébként elmehetsz. Tehát ez ezzel hozzá tudok járulni, úgyhogy egy picit el volt szöntsemperődve, de aztán rendbe rakta magába, és tök büszke magára, hogy most ő a saját pénzén elmegy. Nehezen viseli egyébként ezeket a pillanatokat, mert saját pénzében nem szeret költeni. De hogy szerintem az, hogy találjunk egy egészséges egyensúlyt, és nem szabad nekik mindent megadni. De van, hogy megadok. Szerintem például a tanuláshoz kapcsolatban meg kell adnunk. A külön órákra, ha szükség van, nem szabad sajnálni a pénzt. De nem járunk fizetős egyetemre, fizetős iskolákba, de mondjuk a mai nyelvoktatásnál egyáltalán nem érzem problémának az, hogyha kisegítjük ilyenekbe. Vagy az annálnak az egyetemre szüksége volt például egy tabletra, akkor azt én természetesen kifizettem neki, ő egyet drágábbat akart, és akkor egy picit még hozzárakott, akkor az így működött, és nagyon hálásak. Szóval, hogy nem, nem próbáljuk elkényeztetni, vagy anyám még engem sem kényeztetek el. Én tényleg hiába volt vegyészmérnök édesapám, a nő is vegyésztechnikus volt, mert a házakat takarítottak, volt 30 valány ház, és én is esténként folyamatosan mentem, és házat takarítottam, vagy hétvégén, amíg a többiek játszottak, addig emlékszem a elért, hogy a nem tudom hány házat csináltam apámmal. Tök fájó, amikor mondjuk az érettségre is úgy mész hogy húzott ki a kukákat reggelente, hajnalba, de egyébként mellette biztos vagy hogy, hogy nem tartanék itt. De az is biztos, hogy ennek köszönhetően az és sok mondhatni örökölt ilyen kis lenyomatot kaptam, vagy kisebbet. Szóval, hogy ezek a motivációs dolgok, ezek ilyen kiszámíthatatlanok. Aztán persze, hogy az ember az életközépi válságában van, biztos, hogy többet foglalkozik ezekkel, hogy ezeket fel tudta eldolgozni. De voltál már ebben, vagy, vagy, vagy leszel? Hát szerintem kétfajta életközépi válság van. Az egyik az, talán azt a példát tudom mondani, hogy megyünk le a mondjuk a Balatonra egy család összerakja a hétvégére, vagy egy hétre a pénzt, és akkor zuhog az eső, az azt, hogy meg a gyerek szirénázik, hogy ebbe a penészes apartmanba vagyunk, ahelyett, hogy Horvátországba mentünk volna, ugye apa megmondta, hogy menjünk Horvátországba, és egy hétig szar az idő, és nem tudsz mit csinálni. Ez amikor rossz vonatra szálltál. Tehát úgy érzed, hogy elrontottam húsz évesen, ugye miért nem a Hufnagel Pistihez mentem hozzá, vagy pedig nem tudom, miért nem kezdtem el tényleg én is festeni, és akkor nem ilyen jó pénzem, nem főleg a szobafestő vagyok. És a másik meg tipikusan az, amikor egyébként ott vagy a Balatonban, és akkor még ott közel ötvenhez ilyen kis delfinugrásokkal, én úgy érzem, hogy tényleg ilyen, ilyen, nagyon, nagyon szép ruganyosan húzom ott a vizet, meg siklok, aztán kívül úgy néz ki, mint egy ámbrászcet lenne, de hogy, de hogy, az utolsó pillanatokat is szeretném megélni. Én szerintem én szerencsés vagyok, hogy, hogy inkább ezt élem. Tehát azt, hogy, hogy én, ma reggel is héttől fociztam, úristen, de fájnak ilyenkor az üzületeim utána, vagy nagyon sokat futok, ha nem nyújtok le utána negyed órát, akkor megpusztulok. Tehát, hogy, hogy egy ilyen másabb jellegű dolog, vagy tudomásuk enni, hogy itt az elmúlás, csomó minden bejárt fölöttem az idő, de hogy olyan jó érzéssel, tehát olyan finom fáradtság, úgyhogy inkább egy ilyen életközépi válságon van, hogy még egy csomó mindent úgy szívesen csinálnék, de tudom, hogy letelik az idő majd. Nagyon sok mindent elértél már az életben. Milyen álmaid vannak még, amik fenn vannak, akár bakancslistán, akár mindenképp szeretném ezt megvalósítani jelleggel? Hát a kollégák azt szokták mondani, hogy úgy sem nyugszom, tehát mindig valamit hozok tök aranyosak. És akkor majd azt így toljuk ilyen motorszerűen, és akkor újra megtanuljuk. Most elkezdtük ugye ezt cukrázni, hogy dobai cukrázd a feleségem neve után. Nagyon jó, mert mindenki a dobosra a daubnerrel keveri, és azt gondolják, hogy ez egy, nem tudom, cukrász dinasztia, és akkor ebből származik, és egyébként nem. De az Eszter így 18 év után újra elkezdett így dolgozgatni, megtanulgatni, úgyhogy közgazdászként ő most cukrász iskolába is jár, és hihetetlen jó ízérzékelései vannak, és nagyon jól érzi, hogy melyik az a süti, ami különösen jó lesz, úgyhogy most elkezdtük ezt csej. Most dobai cukrászzal szeretnénk majd nyitni a városban, most halásztelken nyitottunk egy gyönyörűt, egy kastélyparkban, de azért nekem a nagy álom az a szálloda. Tehát az, hogy a Gellért szálloda előtt ott elmentem, és hála Istennek, már főiskolás voltam először szállodában, akkor is inkább csak dolgoztam, fürdőszobákat takarítottam, de hogy a süpedő szőnyeg, az, hogy a liftben szól a háttérzene, az, hogy, hogy kinyitják az ajtót előtted, bár tudja, hogy nem ilyet csinálnék, mert nagyon sok munkaerő kell hozzá, tehát valami hatékonyságra törekedő szállodát csinálni arról nem mondtam le. Tehát, hogy azért valószínűleg ez már nem az én sikerem lesz, hanem valamelyik gyerekemé, de hogy azért azt úgy szívesen megélném, vagy bemenni a saját szállodába, és azzal a szemlélettel építeni egy szállodát, hogy hatékonyság legyen, hogy melegség, hogy otthonosság, hogy a törzsvendégekre vendégekre alapozunk. Ezek ilyen apródóknak dolgoknak tűnnek, de ezek ilyen nagyon finom hangolások. Tehát mindenki azt gondolja, hogy így, így van egy ilyen tök tiszta recept egy vendéglátőpörétséghez, vagy egy szolgáltatáshoz. De hogy a mai világban ilyen folyamatosan ilyen kis Pici hangolások kellenek, és ha egy pillanatra itt, itt megállunk, akkor akkor az kész. Tehát elmegy mellettünk a roboga de hogy sok ilyen kis finom angolást csinálnék egyszer egy ilyen szállodában is. És ez a szálloda már a semsei nevet fogja viselni? Igen, mert hogy nagy kérdés az, hogy ugye most sok brendünk van, és akkor hogy ezeket valami kis ernyő név alá rakjuk. Ugye elsősorban nekünk ez egyébként a munkaerő miatt lenne fontos. Mert hogy a munkaerőnek fontos, hogy egy erős székcsoporthoz tartozzon, és ő ezt is érezze is. Ugye ez most megint nekik, illetve nem megint nekik, hanem ez mindig fontos volt, de most ez felértékelődött a mai világban a biztonság. És akkor ehhez kapcsolatban megy mindig az ötletelés, hogy akkor hogy hívjuk a cégcsoportot. És logikusan akkor mindig jön, hogy akkor a vakvarjú legyen, akkor legyen varjúfészek, aztán a Budapest Parti Service, ugye ez a fő cég név, és akkor most előtt újra, hogy akkor valahogy a semsei név, mert hogy a mi filozófiánk szerint egy emberhez, egy névhez sokkal könnyebb kötni. És egyébként én nem szeretem azt, amikor ennyire ilyen így vagyok premier plánban, de mégiscsak azt gondolom, hogy, hogy a marketinges kollégáknak is igazuk van abban, hogy egyébként nekik sokkal könnyebb a kommunikáció. A mai világban teljesen egyértelmű, hogy főleg a szolgáltató iparban sztorikra van szükség. Életsztorikra. Tehát, hogy ma ezekre kíváncsiak. Ugye itt vagyunk egy podcastben és embereket hallgatunk. Tehát nem előadást tartunk, hanem hanem példákat próbálunk mutatni, életszerű példákat. Izgalmas volt az az előadásod, hogy akkor az őzés az mennyire működik. Hogy ma tényleg életszagú dolgokra van szükség. Szeretik látni a hibákat, hogy egy cégcsoportnál is ez mennyire erős tud lenni, hogyha egy személyhez kötődik, vagy egy családhoz, egy élettörténethez kötődik. És itt van egy család, ugye? Tehát, hogy az is mennyire, mennyire életszagú az egész, aztán persze ott mögöttem egy unikum. De hát ezer egyébjét lehet mondani, és külföldön ez különösen erős. De hát azért is, mert hogy ott a dinasztiák nőnek fel, és tényleg borászatoknál hát három 400 éve. Ők, ők, nagy papa csinálta így a bort, és akkor persze mondják, hogy mi mindig ugyanúgy csináljuk, csinálják a halált. Tehát, hogy azért iszonyú sokat fejlődik a technológia, de mégiscsak van valami mögötte egy olyan tudás, egy filozófia, ami azért úgy tartható és működőképes. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 300 év múlva örülnél, hogyha a semsei év az létezne, és a, a vendéglátás, a szálloda egyfajta csúcsa lenne? Nem tudjuk, hogy mit hoz az élet, de akkor az életközépi válságban ugye az elmúlás is fontos kérdés, és akkor amikor megnézzük, hogy ezek a nagy birodalmak is hogy tűntek el, és akkor ott, ott mondjuk azon gondolkoztam, mondjuk Rómában ott volt egy híres nagy éttermes, és akkor lehet, hogy ez 100-150 évig volt, és azt se tudjuk, hogy volt-e, érted? Tehát, hogy királyokról nem tudunk történelmi információkat, nem vagy egy vendéglátósról. Szóval, hogyha innen nézzük egyébként, tökre nem számít. Tehát, hogy az, hogy, hogy 300 év múlva lesz-e semsei tökre nem érdekel. Az jobban érdekel, hogy esetleg majd az én utódaim, hogy hogy fognak élni, de ott megint olyan szomorú, nem? Tehát, hogy meddig tartott a te személyes kapcsolataid a rokonságokkal, a felmenőkkel. Tehát, hogy még egy nagy nagypapára azt gondolom, hogy tudok családtakként gondolkozni, de egy ükük, tehát, hogy például anyai ágon szabadságharcos volt a kocsis, és akkor ott a faluba kivarrak van neve, semmit nem jelennek. És akkor valószínű ugyanígy lesz lefele is, mert ma kik a legfontosabbak? Tehát, hogy szerencsések vagyunk így az Eszterre, hogy, hogy amikor mi összeházasodtunk, akkor tudtuk, hogy nekünk a gyerekek a legfontosabbak. Tehát, hogy ma is a gyerekek boldogsága a legfontosabb. most az ő boldogságuk az, amin fog múlni, az ő gyerekeik boldogsága. Most, hogyha nézzünk egy ilyen egyszerű matematikai modellt, akkor az ő, ő gyerekeik boldogságá múlik a mi boldogságunk ma. Tehát ez full beteg. De hogy mégiscsak valahogy így alakul, hogy amikor el kell vonatkoztatom, és most nekem csak a jövőt kell nézni, hogy gyerekeim boldogsága fontos. Mellette egyébként ma már azt is tudom, hogy, hogy, nekem ma fontosabb az, hogy a feleségemmel milyen lesz a kapcsolatom. Mert a gyerekek felnőnek, el kell engednem őket, én körön kívül kerülök az ők is világukba, hiszen nekik már nem én leszek a legfontosabb. Persze remélem azért fognak ápolni, meg tisztába tenni, meg hasonló dolgokat, de egyébként, ha nem, azt is való meg kell értenem, tehát, hogy ma, ma, nekem az a fontos, hogy ha ők a kis családi fészekből kirepülnek, akkor én az Eszterrel tudok-e harmonikus kapcsolatba élni, tudok-e közös programokat csinálni, tudunk-e függetlenedni a gyerekektől, tehát, hogy ezekre, ezekre kell fókuszálnunk, és erre folyamatosan készülni kell. Hogy mi készítünk-e üzleti tervet, így ez jutott eszembe, és én próbálom ugye a stressz faktorokat csökkenteni, és nekem ma az egyik ilyen fontos dolog, hogy nem készítünk üzleti tervet. Szóval, hogy mindenki év elején, meg évvégén csinálja a terveket, meg stb., mi nem hogy ez jó-e, azt nem tudom, de hogy nyugalmat ad, az biztos. Tehát, hogy nem az történik, hogy egy tervteljesítési mutatókkal kell összehasonlítani, mert nekem egy tervteljes, itt van egy tervem, hát volt a tavalyi bázis, próbáljunk annál jobbat csinálni, és nekem ez pont elég. Aztán persze mérhegetjük ehhez kapcsolódva. Meg, ha egy üzletet nyitunk, azért készítünk, mert hogy az Excelbe hiszek, készítünk mi egy önüzleti tervet, hogy milyen megtérüléssel tud működni, megnézzük azt, hogy mekkora beruházás szükséges erre, mekkora csapat kell, tehát hogy nézzünk egy ilyen hatékonyságot, de utána nem kezdünk el azzal kínlódni, hogy akkor most ilyen szempontból, hogy az első évre ennyit terveztünk, hát látjuk folyamatosan, és hogy a felgyorsuló világban pedig annyi minden befolyásolja a lehetőségeinket. Tehát, hogy ki a franc gondolta, hogy 2020 márciusába beüt a Covid? Persze, egyébként mi számítottunk valahol erre, tehát én februárban pont a, a Marec gasztrotagozatán felvetettem, hogy itt rohadt nagy baj lesz, vagy az ipartestületnek, ugye a ott ültem és mondtam, hogy valamit, valamit csináljunk, A más nem beszéljük ki ezt a dolgot, mert engem rettenetesen zavar, hogy, hogy Németország már kijelentette, hogy mocskos nagy baj lesz, itt meg úgy csinálunk, mintha végül semmi nem lenne, és utána pedig a törvény bezáratott bennünket. Hát a világon nem volt olyan, hogy a templomokat kellett bezárni, hát a háborúk alatt is volt szentmise. Most nem volt szentmise. Tehát, hogy ez egy olyan extrém dolog, amit el sem tudtunk képzelni, aztán, hogy visszatér egyszer, aztán visszatér még egyszer, tehát, hogy ilyen még végképp nem volt, és még azt hittük, hogy minden fasza, bocsát a szóért, akkor végre elindul valami, na, akkor megjött az energiaválság. Ez egy olyan energiakrízis, ami egyébként sok szempontból nehezebb lesz, mint ami a Covid volt. Mert akkor ugyanazok a játékszabályok voltak, az más kérdés, hogy bennünket, akik a turisztikai szektorban vagyunk, jobban érintett ez a kis metórit becsapódás, mint más ágazatokat, de hogy ma jobban kell erre majd felkészülnünk, vagy okosabbnak kell lenni. Viszont több lehetőséggel. Hadd kanyarodjak vissza még a családhoz. Említetted, hogy nektek mennyire fontos a családi asztal. Mit értesz ez alatt, és miért van ennek jelentősége? Nálunk nagyon-nagyon jó azt megtapasztalni, hogy este dolgozom, Jellemzően mindig irodában dolgozom, otthon is vagy dolgozó szem, de én szeretek bemenni a kollégákhoz. Sokkal gyorsabban egyszerűen le tudok rendezni valamit, tényleg nyit van az ajtó, nincsenek ilyen nagyon rössz, ilyen meeting szabályok, hanem gyorsan beszéljük le, bejönnek öt perc alatt, tehát beszéljük, szóval én szeretek bejárni, és akkor esténként fejé valamelyik gyerek, hogy akkor hogy érek haza a vacsorára. És akkor alkalmazkodnak hozzám. Ez egy tök jó érzés vagy pedig megvárnak, vagy akkor én megyek gyorsabban haza, és akkor jellemzően fél nyolc-nyolc körül leülünk a családi asztalhoz, és akkor tényleg együtt ülünk le, tehát a négy gyerekkel is le tudunk ülni, és ők is még oda ülnek, tehát a 20 éves lányom is ott van, Marci 18 éves, és azt gondolom, hogy nem önmagában csak az elvárásért, hanem, hanem mert jól érzik magukat az asztalon, hogy ki tudjuk beszélni, és el tudunk lazulni. És tényleg ez egy olyan fix pont, amit én nem láttam a szüleimtől. Tehát nekünk a karácsonyi vacsora, és ez körülbelül úgy zajlott le, hogy akkor gyorsan együk meg a halászlevet, aztán úgyis megyünk majd filmet nézni. De hogy ez egy olyan fix pont, ahol tényleg mindent ki tudunk beszélni, és nagyon nagy lehetőség arra, hogy örömteli élményekkel, közös élményekkel gazdagodjunk. Ugye ennél az asztalnál azért nincsen mobiltelefon, tehát ez tök fontos. Akkor van mobiltelefon, hogyha valamiről beszélünk, és utána kellene nézni. Tehát van valami olyan konkrét téma, hogy, ú, ez hogy, hogy lehet, vagy hogy történhetett, vagy hol van ez, akkor valaki megnézheti, de olyan, hogy valaki közben ott, nem tudom, social médiával szórakozik, ilyen egyáltalán nincsen. És egyébként tök jó érzés volt, amikor mi be is kapcsolódtunk, sőt elkezdtük mi ezt a mobilofélményon programot, amit minden évben csinálunk egy vagy két hétig, hogy ha a családok vállalják, hogy a telefonjukat belakják egy lezárt dobozba, és az étkezés alatt nem veszik ki, akkor a gyerekek ingyen kapják az ételt, a menüt. És egyébként a társadalomnak ma erre szüksége van. Tehát, hogy azt is jó látni, hogy az emberek nem azt használták ki, hogy ingyen lehet enni, hanem hogy részt vehetnek egy ilyen játékban. De jó. És hogy felhívja a figyelmet. Vagy az, hogy ott ül a család, és akkor mellette ott ül egy, egy szerelmes pár, és akkor poémból elkérik a dobozt, hogy ők is beraknák egy picit. Ilyen szabályokra szerintem egyébként tökre szükség van, és hogy jó látni, hogy a gyerekek is ebben partnerek tudnak lenni, hogyha főleg, ebben szocializálódnak és nem pedig az történik, hogy a gyerek, hogy csöndben maradjon, akkor kap egy tablettet két-három évesen a kezé, vagy egy telefont, és akkor nézi a különböző kis figurákat rajta. Egyébként szerintem pont az ilyen nagyon határozott elvek és minták tudnak segíteni abban, hogy amikor te már nem leszel, akkor akár ezt a hagyományt, hogy a vacsora az mindig közösen a családi asztalnál működhet csak, tudják majd továbbvinni a gyermekeid én tanulmányoztam régebben ilyen dinasztiákat, és, és azt a dinasztiáknak az egyik titka, talán, vagy egyik ilyen fontos jellemzője, hogy mindig voltak nagyon határozott, karizmatikus, ugye mégis egy karizma podcastben vagy vendég, tehát olyan karizmatikus vezetők, személyek a dinasztiában, akik nagyon határozott követelményeket állítottak föl, és ez, ez öröklődött. És lehet, hogy picit fakult, de ez ment tovább. És nyilván mindenki kicsit hozzátesz, mindenki picit elvesz, de hogy emlékeztek a nagypapára, hogy a nagypapa mindig azt mondta, hogy, és hogy a nagypapa már nincs, de hogy a nagypapa emlékére még mindig megcsináljuk azt, hogy közösen. Van az a olyan, olyan egyszerű mondás, hogy gyerekkori korlátok lesznek a felnőttkori kapaszkodók. Szóval, hogy ebben szerintem minden benne van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szükség van szabályokra azért, otthon, de azt is tudomásul kell venni, hogy egy normális dolog, hogy egy kamaszodó gyerek ezeken a korlátokon át kell, hogy ugorjon. Tehát ha nem ugrik át, az a legnagyobb baj. Tehát neki feszegetni kell ezeket a határokat, és nekünk ezt kellő játékossággal kell visszaterelnünk, vagy ott állni a korlát mellett, és nézni, hogy egy túl van a másik oldalon, kicsit buktatós, meg veszélyes az, amit csinál, viszont Tudom, hogy ez a ő fejlődéséhez szükség lesz, és hogy ott van mellett a korlát mellett, és majd vissza fog lépni ebbe. És akkor neki ez nagyon sokat fog számítani és segíteni. Én azt érzem, hogy mi az Eszteret tudjuk a gyerekeket kezelni. Tök egyszerű példa. A legjobb érzés, amikor a, a fiam, és akkor fogják be a tanárok a fülüket, mondjuk elmeséli, hogy ő többet ivott tegnap a kelletténél. Szóval, hogy ez a bizalmi légkör meg tud maradni, és elmondja, ez, ez szerintem mindennél többet jelent. Vagy tegnap láttam egy tök hülye videóját, el sem merem mondani, de egyébként én sikongattam a röhögéstől közül, hogy mennyire állatok voltak. És hogy mikor feljön a barátaival, együtt tudnak ott ökörködni, és pont öt percet ott tudok lenni, és érzem, hogy, hogy egy pillanat is benne vagyok a kis bizalmi körükben. Erre kell törekedni, ehhez kell, hogy megadjuk a korlátokat, de kell, hogy adjunk nekik egy szabadságot, egy egészséges szabadságot és nem a végletekig. Tehát, hogy tudom, hogy van, hogy el akar menni, és nem mondom, hogy nem mész el. És akkor persze megkérdezi, miért nem, én vagyok a rossz fej, de hogy utána meg hálás tud lenni. Tehát, hogy pont egyik nap ő mondta azt, hogy szerinte lehetnénk néha keményebbek. Mondom, wow, wow igen, normális vagy, fiam. De egyébként egy tök jó lesz, hogy, hogy foglalkozik ezzel, hogy neki kellenek ezek a, ezek a dolgok. És akkor visszatérve, hogy, hogy tudják-e a mintát továbbvinni, ha valamiért tényleg imádkozom, hogy jó párkapcsolatuk legyen. Ugyanis sokszor van, hogy az egyik fél szeretne valamit bevezetni, és a másik nem partner. Tehát, hogy olyan társat találjanak, akivel meg tudják beszélni ezeket a kérdéseket, és tudnak olyan kompromisszumokat hozni, hogy, hogy igen, nekem fontos, hogy közösen étkezzünk, de te is legyél ebbe partner. Mert azért azt is rossz látni, amikor mondjuk a, persze értem, hogy egy feleség egész nap együtt van a gyerekekkel, szeretném már letudni, lepattintani a gyerkőcöket, menjetek már aludni, és egyáltalán nem lehetem miatt rossz szemmel nézni, de hogy az Eszter nekem tudottabb a partner lenni, hogy igen, de megvárjuk apát. És apa sem úgy megy haza, hogy egész nap melúztam, most leülök tévét és nézni, hagyjatok és hagyjatok békén, ugye, mert, mert szegény anya mit csinált, érted, ő volt eddig a gyerekekkel, nem? igen, neked akkor erőt kell venni, és akkor ami kicsi, akkor oszd be, és lehet, hogy neked kell most fürdetned, mesét mondani, még az asszony egyébként ugyanúgy dolgozik, meg készül a vacsorához, rendet rak, bepokolja a mosogatógép, letörli a pultot, de hogy ez a megosztásban lenni, és ez szerintem ez a párkapcsolat, és az, hogy jó társat választani. Szoktak szivatni a kollégák, hogy mennyire bénán néztünk ki fiatalkorunkban. Szerintem szép volt az Eszter, de azt most különösen szépnek látom de hogy nem a külsőség alapján, hanem az, hogy, hogy, ezen a hosszú úton tudunk -e együtt lenni, és tud -e ő jó partner lenni ebben. Szokták mondani, hogy a három legfontosabb döntés az életben az az, hogy ki a párod, mit csinálsz, és hogy hol élsz. Igen. Hogy hol élnék, és hogy számítaná, azt nem tudom. Mindig azon gondolkozom, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy Magyarországon egy ilyen, és hogy mennyivel nehezebb lenne, hogyha. Nem tudom, azt gondolom, hogy mindannyiunknak benne van azért a. Tehát bennünk van az a sors, és azt gondolom, hogy ha nem az Eszter találtam volna, akkor is hasonló embert kerestem volna. És nézd meg, hogyha valaki hibát követel, és megfogadja, hogy biztos, hogy többet ilyen partnere nem lenne, ugyanilyet talál. Igen. De vannak szép kivételek, és nekem például legjobb barátom most újra házasodott, és, és, hihetetlen boldog, és tök jó látni, hogy 45 évesen megtalálta élete párját, és, és hogy hihetetlen szerelemben vannak de hogy azért ez a ritka. Tehát, hogy nagyon nehezen tanulunk emberek a hibáinkból. Mindig ugyanazokba a dolgokba beleesünk, nem fogjuk nézni ezt, nem, nem, tudunk kellően odafigyelni, és a legszomorúbb az, amikor elmondja magáról, hogy hát igen, tudom, ilyen vagyok. Hát passzus kulcs, ne legyél ilyen. Bizony. Ez egy jó végszó, hogy merjünk változni és fejlődni. Ugye ezzel kezdtük a legelején is, mondhatod, hogy de a fejlődés szóra tudsz nagyon rezonálni. Úgyhogy mindjárt következnek a villámkérdések számodra is, Rudi. Előtte még a kedves hallgatóknak említem meg, hogy a Karizma Podcastnek van egy közössége, egy csoportja is a Facebookon, ahol találkozhattok korábbi vendégekkel, különböző háttérinfókkal, úgyhogy oda is érdemes belépnetek, ezt a Karizma Podcast csoport néven találjátok a Facebookon. Kattintsatok a csatlakozásra, két gyors kérdés, és már ott is vagytok bent. Villámkérdések, villámkérdések, villámválaszok. Mi az a vendéglátási trükk vagy stratégia, amit gyakran használsz az éttermekben, és nem annyira szívesen osztanád meg, de ezt most megosztod a Karizma Podcast hallgatóival. Úristen, nem tudok trükköt. A legfontosabb szerintem az, hogy jót adjunk, de ez ilyen tök, elcsépelt lesz. Nem tudok ilyet. tényleg úgy szégyellem. Ne szégyell. Nincs mit szégyelni. Ha úgy átfogalmazom, hogy mi a legjobb vendéglátási stratégiád, ha csak egyetlen egy dolgot mondhatsz. Az Excel táblán. Oké. Okay. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál? Ah, mindig megőrülnek az ökörkörben is, hogy mindig elégedett vagyok. De hát nem, nem, tudom, hogy mit csinálnék másképp. Van annyira jól érzem magam ilyenkor a bőrömben. Persze valahogy fáradt vagyok, de nem csinálnék másképp, mert semmit. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Hát mostában néha hajlamos vagyok halogatni dolgokat pedig ez zavar. De a feleségem meg azt mondja, hogy nem halogatok, mert nekem a pipa-pipa a legfontosabb, úgyhogy most volt pont ilyen házassági félmaratonunk, mikor egy barátokkal futottunk egy félmaratont, és elmentünk, és utána egy nagyot bulisztunk, de hogy én azt gondolom, hogy halogatok is kívülről, meg tökre úgy néz ki, mintha mindent lezárnék, sőt, még gyorsabb vagyok. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet? Szerintem az az empatikus gondolkodásom mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy á, ez őrültség. Nagyon vad kérdések. Húha. Mi az, hogy hiszek, és más? Ugye én hívő ember vagyok, tehát, hogy a, a Szezsó barátomat kérdeznénk, akkor biztos azt mondaná őrültség, de mégiscsak vele szoktam leginkább ilyen jó hitvallási kérdésekre vitatkozni. És az utolsó kérdésem, képzeld azt a helyzetet, ugye beszéltünk itt utódlásról, meg dinasztiáról, meg semsejnévről, hogy nem marad utánad semmi, úgymond, se étterem, se vagyon, semmilyen, hanem, hanem egy A4-es lap, amire három tanácsot írhatsz az utókornak, a gyerekeidnek, az unokáidnak. Mi lenne ez a három mondat, amit felírnál? A három mondat az egyik szerintem az, hogy mindig próbáljunk a vevő vásárló, vagy pedig éppen a megrendelő agyával gondolkozni. És akkor persze most itt céges gondolatok lesznek. Én szerintem tök mindegy, hogy cég vagy nem cég, és amikor az Eszter pont a házasság hetének a nagyköveté voltunk, akkor a csapatot emeltük ki. Tehát hogy szerintem az nagyon fontos, hogy legyen társunk, és jó társakat találjunk magunk mellé. Van az egy egyszerű jópofa mondás, hogy gyorsan szeretné valahova eljutni, akkor menj egyedül, de a messzire, akkor keres társat ahhoz. Én ebbe nagyon hiszek. És a harmadik dolog, Hát szerintem az, hogy, hogy engedje el dolgokat. Tehát hogy az elengedés megtanulni. Valószínűleg most egy pont életemnek ebben a stádiumában vagyok. Rudi, és a legeslegutolsó kérdésem, hogy melyik éttermet ajánlod a hallgatóknak, ha még nem tapasztalták meg azt a, azt a törzs amiről beszéltél, akkor, akkor hova látogassanak el? Segíts nekik! Négy gyerekem van, én mindegyiket ugyanannyira szeretem, és ugyanígy vagyok az éttermeimben is, meg a kollégáimmal is. Tehát, hogy nem tudok. Tehát, mindig más kell megtalálni, ami a legközelebb van nekik, és akkor remélem, hogy jól fogják érezni magukat. És egyébként az se baj, hogyha nem hozzánk jönnek, hanem elkezdenek csak étteremből járni, mert előbb-utóbb jutnak hozzánk. Nagyon szép végszó. Köszönöm szépen az értékes gondolataidat, a jelenlétedet, hogy ennyi mindenről beszélhettünk, és bízom benne, hogy lesz még rá alkalmunk ezt folytatni. Köszönöm én is. És köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Egy nagyon értékes adással gazdagodtunk, az az érzésem, bízom benne, hogy ti is így érzitek. Ha tetszett ez a beszélgetés is, akkor értékeljétek ezt Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, kommenteljétek alá a videónak, hogy mi volt Rudinak az a legértékesebb gondolata, amit mindenképp hazavisztek, vagy valamilyen gyakorlat, valamilyen cselekvés, amit ti is meg fogtok valósítani, akár a saját családotokban például. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat. Sziasztok!